Elnézést, Zoltán vagyok az MS Systems Kft-től. Én nagyon egyszerű kapcsolást fog bemutatni, ha hallgatóknak a hétvégén mutattam meg ugyanezt a kísérletet. Itt a tableten lehet látni egy sematikus rajzot. Ez egy soros oszcillátor, 74-00-as kapuáramkörökkel felépítve. A példában nem az, ami éppen landkapukkal csináltok meg. Itt van maga a panel, lehet látni, ezt nem tudom kicsit közelebbről. Hát ezen rajta van a kapuáramkör, rajta van a kvarc, és 12 MHz-es kvarccal fogom megmutatni azt, hogy a hullámok hogyan viselkednek, hogyan reflektálódnak egy darab vezetéken. Tápfeszültségvel elhelyezem, elteszem az oszcilloszkópot, és látni is fogjuk hamarosan a vízszűnyelünket. Egy pici kis hullámzás regresszió még itt is látszik benne, elég nagy a frekvencia. Nyáklapot, amikor megcsináltuk, akkor én nem kell itt azon foglalkozni, hogy egy időjel tisztaság legyen, ráadásul nem is ekkora frekvencia lett még akkor az méretezve, de ehhez a kísérlethez most nekünk pont jó lesz. Amit szeretnék mutatni az az, hogy van egy darab vezetékünk. Ez a vezeték ez gyakorlatilag egy potmétert tudtam volna végig, ez majd kelleni fog. Először enélkül mutatom, mire van, ugye ez lesz a lezárás, amire a reflexiókat akarom majd csillapítani. És akkor így néz ki ez a vezeték. Tehát ha most rádugom a vezetéket úgy, hogy teljesen szabadon van mind a két vége erre, akkor gyakorlatilag látunk-e valamit a kimenőjelet. Tehát én magának a chipnek a kimenetét nézem, és azt várnánk, hogy mivel a vezetéknek szakadása vége, ezért nem kell egy történjen semmi jelenleg, mert nem kell megváltoznia. Látom még a csatlakozóra, és hát látszik, hogy változott valami. Sokkal kisebb lett a felfedésnek a mérlegessége, torzult helyet. Sőt, hogyha megfogom a vezetéket, akkor aztán itt egész érdekes dolgokat lehet látni. Amikor leugrott a jel, az azért volt, mert egy direkt nincs leszigetelve, tehát tudom mutatni a rövid zárat. Ez is egy érdekes. Amikor rövid zárat van, miért nem tűnik el a jel? Tehát ez egy 74-00-as ígyszer, ennek azért nem egy nagyon erős kimenete van. Hogyha összezárom, akkor azt mondanak, hogy egy nulla magyka, és akkor gyakorlatilag el fog tűnni a jel. De nem tűnik el, azért mert ennek a vezeték szakaszonok már akkor a komplex impedencia ezen a frekvencián, ami akár tűzszázalmas nagyságrend is lehet, nem tudom rövidre zárni azon a ponton a jelet, attól itt összekötöttem. Egyenáramú szempontból összekötöttem, de 12 MHz-en ez már nem rövid zár. Itt mivel egy antennát foglyosunk. És látszik is, tehát vigyázzuk, hogy itt ne érjem össze, és kézzel hozzáérek, és gyönyörűen látszik, hogy torzom el. Csak azért, mert fogom a vezetéket, és ebben azt távolítom, közelítem, változik a kapacitása, az induktivitása ennek a komplex impedenciára. Na most ami az érdekes még, hogy ugye ránkezdtem a változtatott alámást, a potenciométert, ez egy 1 kilós voltméter egyébként. Ugye ez a rövid zár, ezt az imént láttuk, nem tűnik egy el, hiszen ilyen az állnak rövidre, ha itt rövidre zárnám, akkor is körülbelül ugyanezt látjuk, még mindig a kis szakasznak is a differenciál. A másik végét az ugye az 1 kiló, ott meg majdnem ugyanezt látjuk, mint amit egyébként is. És a kettő között, hogyha elkezdem keresni azt a pontot, hogy hol kapjuk a viszonylag legszebb élet, akkor látszik, hogy kvázi majdnem előttől már egy ismétlen részszegélet, ami előttőleg is volt. Nyilván, ha lehúzom róla, akkor magasabb lesz a jelnek az amplitúdő, és illetve azért szegélet kapunk. Hogyan tudtam körülbelül részszegélet csinálni? Úgy, hogy addig tekertem a potenciométert, amíg annyi nem volt az ellenállása, mint amennyi a vezeték szakasznak a hullámimpedanciája. Ugyanis ebben az esetben haladó hullámokat alakultak ki, nem verődött vissza jel, hiszen ha rövid zárnál, akkor is lesz reflexió, hogyha reflexió, hogyha szakadás van, akkor is lesz reflexió, hiszen abban az esetben, hogyha lezárom azzal az ellenállással, amik az impedancia, akkor torzul legkevésbé a jel. Ezért fontos az, hogy a nagysebességi kommunikációs jeleket azzal az ellenállással zárjuk le, mint egy által előjön nekünk az adatjelre vonatkozóan, tipikusan mondjuk egy kenbusznál például 120-val. Ugyanezt történik az antennáknál, amikor impedenciaillesztésről beszélünk, és ezért van az, hogy van egy darab vezetéken, ami se nem rövid zár, se nem szakadás, ez egy komplex impedancia. Köszönöm szépen!